Sziasztok harcosok, sziasztok túlélők, sziasztok nincsák, Eszter vagyok, köszöntelek benneteket itt a csatornámon, ahogy tudjátok, itt a nácisztikus, illetve toxikus kapcsolatokról van szó, iratkozzatok fel, mert a téma nagyon jó, és nagyon sok sztorit osztunk meg itt egymás között, amelyek igazán tanulságosak. És akinek meg majd ez a mai videó tetszik, az adjon nekünk egy lájkot, like és aki anyagilag is szeretné támogatni a csatornát, attól elfogadunk szuperszengszeket, ma köszönöm szépen, és uh, anyagi támogatást lehet még gyakorolni programszerűen is és ahhoz, hogy ez megtörténjen, akit ez érdekel, az nyomja meg a csatlakozás gombot itt a videó képernyője alatt. Szóval köszönöm, hogy meghallgattátok mindig ezt a kis 20 másodperces spilt, de ez fontos, és nagyon köszönjük az összes anyagi támogatást, hisz ezzel biztosítjátok azt, hogy a csatorna hosszú életű maradjon. És ugye engem is, meg a csatorna többi tagját is nagyon inspiráltok ezzel, ezekkel a, az elismerésekkel. Szóval, nagyon köszönjük ezt nektek. Na! folytatjuk Lajos sztoriát, hiszen beharangoltam ezt már nektek, ott volt a közösségi oldalon, hogy ma pénteken Lajosnak a történetét fogjuk folytatni, és ma is ugye én fogom ezt folytatni, felolvasni. Lajos, nagyon köszönjük, nagyon érdekes a te története, és mint mindig kíváncsiak vagyunk a kommentekre, ki hogyan tud azonosulni ezzel a történettel, milyen elemeket, toxikus elemeket fedez fel a történetben, milyen támogató gondolatokat tud Lajosnak adni itt a csatornán, hogyan segítsük őt a gyógyulásban, hogyan segítsük őt abban, hogy újra ugye egy boldog életet tudjon élni, hisz ez mindannyiunk célja, mert ezeket a nácisztikusokat igenis a múltban kell hagyni, a jövőnket már nem adjuk nekik oda, hiszen annyit kaptak már tőlünk a múltban. Na most, ugye, mert ők ki, szívják a mi energiánkat. És energia ki kiszipolyozásról beszélve, újabb trollok jelentek meg ugye a mi csatornánkon, hát most olyan három-négy darab van, de szerintem ebből, ez csak három-négy név, mert szerintem itt van egy olyan ember, aki több nevet is használ, mindegy lényegtelen, engem igaziból nem zavarnak, de nagyon köszönöm Noémi, hogy Kerti Roland, aki már a mi rezidens trollunk, ugye az ő, a ő ellen az én védemle, védelmemre keltél, úgyhogy nagyon köszönöm ezt neked, Noémi. Kerti Roland egy érdekes troll. Rolandkám, ha nézed, akkor üdvözöllek. Ő a mi rezidens trollunk már. Ő azt mondja, hogy csak szeret trollkodni, néha élvezi, de ő igaziból nem troll, szóval ilyen elég érdekes történet van Roland mögött. És hát mindegy, most már őt elfogadtuk, mi a mi, mi ház, in-house rezidens trollunk engem nem zavar, megmondom őszintén, de amint valami disznóság fog történni a csatornán, akkor már nem leszek ilyen cuki-muki. Na, de Noémi, nagyon köszönöm, és Timikém, te is voltál az, aki a védelmemre keltél, nagyon köszönöm ezt nektek. Engem a trollok nem zavarnak annyira, megmondom őszintén, én egy nagyvárosi csaj vagyok, itt már én már mindent láttam Torontóba, úgyhogy bring it on, nyugodtan lehet jönni a különböző kommentekkel, amiket meg is kapok nagyon sokszor, de minket ez már nem zavar, mert Nekünk ez nem nívó. Viszont, hogyha Roland, az viselkedik, összeszedi magát, és mostanában annyira nem e, támadó ő, mint egyén, akkor maradhat itt a csatornán, hozzászokunk az ő jelenlétéhez is. Na, szóval, Lajoskám beküldte nekünk a sztorit és a sztori folytatását, hogy a művész nő mit produkált, és már el is kezdem, fel is olvasom. Úgyhogy Lajos második rész íme. Szia Eszter! leírnám az eldobásom, ami alig 24 óra alatt történt meg. És ezt ugye itt fejezte be Lajos, ezt már nekünk említette, itt fejezte be az utolsó levelét nekünk. Tehát jött az üzenet, Szia, tudom, rosszul fog esni, amit most írok, de betoppant valaki az életembe. Meg kell próbálnom. Búcsúszkodni nem szeretek, így nem is fogok. Remélem, te is megtalálod, akit keresel, de tudd, én mindig itt vagyok, ha valamiben segíthetek, csak szólj. Mindent köszönök, vigyázz magadra. Puszi. Teljesen kész voltam, mondja Lajos, mikor olvastam. Rögtön hívtam, nem vette fel, írok, semmi válasz. Kb. két napra írt a művésznő. Szia, hogy vagy? Válaszom, köszi jól, és le is ráztam a művésznőt. Első napokban még fel sem fogtam, mi történt. Kb. egy hét eltelte után olyan kínzó hiányérzés tört rám, mit még soha nem éreztem. Pedig veszítettem el nagyon közeli családtagokat. Szinte a falat tudtam volna kaparni kínomban. Kezdtem teljesen szétszakadni minden téren, mint a vezetékes rádió imádom a humorot, Lajos. Alvászavarok, dührohamok, úgy járkáltam, mint egy élő halott. Állandó önvádolás, válaszok keresése, stb. Persze senki nem tud még semmit az extráról, Mindenki csak azt látta, hogy valami baj van, és a közeli barátok aggódtak, hogy egy barátság elvesztése mennyire megviselt engem. A válaszokat közben kerestem én is magamban, de nem találtam. Miért hiányzik ennyire a művésznő, hisz én akartam már szabadulni valahogy ebből az egészből. Miért? Eltelt két hét, és írt a művésznő, sikerült az írásbeli vizsgája, és összejött egy pasival. Újabb tőr a szívembe, eddig, amit sejtettem, most már tudom. Még mélyebbre estem a verembe. Lassan látom, milyen mély a nyúl ürege, mint az Alice Csodaországban könyvben természetesen folyamatosan néztem a művésznőt online, mit oszt meg. Baromi nagy akarat erőt kellett merítenem, hogy ne írjak neki. Egy-két barátom ekkor sokalt be, és kerestek nekem egy szakembert, és megígértették velem, hogy elmegyek hozzá. Attól féltek, hogy kárt teszek magamban. Eltelt megint körülbelül két hét, és az élet úgy hozta, hogy a barátom unokája beteg lett. Gó az ügyelet művésznő volt ügyeletben, és mit áld Isten, ott az új bika. Megláttak, és a művésznő a szokásos módon reagált, pasitól eltávolodott. Én ingerülten közöltem velük, hogy mi áradban vagyunk. Az unoka anyukája még meg is rémült, mert még nem látott ilyennek. Művésznő közölte nem tud segíteni, mert nincs orvos még. Iránya megye székhelyi kórház sürgőségi. Épp, hogy odaértünk, csörgött a telefonom. Persze, Jászai díjason volt, adta az empatikust, az aggódót, de én egyből leráztam. Közben elkezdett járni a fejem az új pasin. Láttam, jó, magas, nagy darab, pont az esete, de az öltözködése nevetséges, a tartása púpos, a tekintete jámbor, mint a bárányi. Első benyomásra az a típus, akit úgy lehet irányítani, mint a játékautót. És mondtam nektek, hogy ez az elsődleges, nagyon fontos dolog egy nácisztikusnak, hogy mennyire irányítható ez a kapcsolat. Eljött az este, művésznő persze írt, hogy otthon vagyok-e már, hívott és kezdte a sztorit, hogyan ismerkedett meg a sráccal. Természetesen száz sebből vérzett a sztoria. Ugye visszakérdeztem a furcsaságokra, de ezeket figyelmen kívül hagyta, olyan volt, mintha a tévével beszélgettem volna, csak adta a műsort. Fáradtság tört rám, leráztam megint. Az este meg a másnap megint mehetett a kukába, használhatatlan voltam, csak agyalás. Hányan megtapasztaltuk ezt, hogy napok tűntek el az életünkben azért, mert nem tudtunk dolgozni, nem tudtunk figyelni, a túlélésre koncentráltunk, és csak agyaltunk. Tehát használhatatlan voltam, mondja Lajos, ment az agyalás. Másnap este megint jelentkezett a művésznő. De most én jöttem, és számon kértem. Ha kapcsolatot akart, miért nem voltam jó? Az semmi volt, amit 15 hónap alatt leraktam az asztalra? Ha ennyire nem számítottam, miért volt velem eddig? Na, erre mondjuk kaptam választ. Mert szép a lelkem, meg a szívem. Kérdem, és ez nem volt elég? Válasz persze nincs. Hamar elköszönt nekem megint nem az alvásról szólt az éjjel. Nappal megint vegeta, valahogy túl lenni a napon. Este menetrend szerint jelentkezett, hívott, látom, nagyon szomorú. Kérdem, mi baj? Megvigasztalom, felvidítom, kihozta belőlem megint az empatikust. Hirtelen elköszön, nézem az órát, akkor tudatosul bennem, hogy az új kapcsolatnak most vér ér véget a műszak. Mondom, mindjárt jön az új pasi, ugye? Persze letagadja, fogadást ajánlok nagy tétben, visszautasítja, kinyom. Ezután mosolygok, hogy még egy hónap után még mindig jó hatással vagyok rá, mert fel tudom vidítani, aztán hirtelen rám tört a tudat, hogy az új embernek készítettem elő a terepet. Ügyes vagy, Lajos. Nagyon jól működik az agyad. Teljes önvád, önostorozás egész nap. De megint jött az este, és művésznő megint jelentkezett, de leráztam, nincs kedvem beszélgetni. De elkezdtem nyomozni. Esőben, hidegben, este hogy meglessem őket. Hogy erre mi késztetett, nem tudom. Mihelyt valamit kiderítettem, már jöttek az újabb kérdések, amire válaszokat akartam. Milyen kocsia van a srácnak, milyen gyakran van itt, stb. Végre eljött a szakember ideje, végre valahol kimondhatom azt, ami bennem van. Mert persze még mindig tartom az ígéretem, és senki nem tudja az extrát. Tehát mindenki csak barátságról tud. De én megmondom, Lajosom, mi késztetett téged erre a nyomozásra, a traumakötés késztetett téged erre a nyomozásra. De menjünk tovább. A beszélgetésünk, szakemberrel lévő beszélgetésünk alatt a szakember elejt egy kifejezést. Ez nem volt egészséges kapcsolat. De számomra ez még mindig nem válasz arra, amit érzek és művelek. A detektíves játék megy tovább minden vonalon, nem tudok magamnak parancsolni. Veszekedek magammal, korholom magam, hogy miért vagyok ennyire gyagya, de mit sem ér majd kattog a fejemben, nem egészséges kapcsolat, és irány a net. Így értettem meg a toxikus kapcsolatok dinamikáját és a traumakötést, és így kerültem ide. Persze, még mindig tagadom, hogy ő a művésznő toxikus lenne. Két hét múlva megint jelentkezik a művésznő, most egy linket küldött egy városi rendezvényről, de semmi szöveg. Válaszoltam, persze, hogy tudok a rendezvényről, ott voltam, amiről ő is tudott volna, ha megnyitja a linket. Persze a válaszomra egyből jött a következő üzenet, hogy megvan a bizonyítványa, és még képet is küldött róla. Gratuláltam, de leráztam. Továbbra is folytatom a szakemberrel a kapcsolat elemzését, és mindig ugyanoda lyukadunk ki. Ez nem volt egy hagyományos kapcsolat. Sajnos a szakember sok sikert nem ért el velem, hisz nyomozok még mindig. Láttam a művésznőt kézen fogva vidáman sétálni az új pasival, de mikor észrevett, hirtelen komoly lett az arca, és elengedte a srác kezét. Pedig direkt úgy csináltam, mintha nem vettem volna észre őket. Rá pár napra jött az üzenet. Szia, hogy vagy? Írom szarul, de büszkén meg vagyok, el vagyok, ilyenek. Erre elkezdi, hogy ő is mennyire fáradt, meg hogy nem bízik az új srácban, meg hogy nem tudja most, mit érez persze azt nem tudja, hogy én nyomozok, és hogy én tudom, hogy a srác már szinte nála lakik. Írom, én nem úgy láttam, mert múltkor nagyon boldognak tűntél. Erre ő írja, hogy biztos nem őt láttam. Írom, hol és mikor? Egyre csak, erre csak egy lájkot like kapok. Panaszáradat jött tovább, mondtam, hogy ez már nem az én dolgom, erre van az új embere. Hamar elköszönt, de miért? Persze közben azért okosodtam is, fullban nézem a videókat. Jöttek az ünnepek, küldi a fáról a képet, szöveg mellé most sincs, visszaírok kellemes ünnepeket. Tudtam, kifaragta be a fát, hisz tavaly én faragtam. El is cseszte a karácsonyom. Ebből le is zártam a dolgot, legalábbis én azt hittem. A két ünnep közt találkozok azzal a közös barátunkkal, akiktől tavaly nem akart a művésznő fát. Mondta a spanom, hogy ki volt nála fát venni, és kivel, hát a művésznő meg a pasia. Tavaly nem kellett onnan fa, mert a művésznő szerint a barátom bunkó. Na most akkor mi van? Hát az van, hogy repülő majmot akart belőle csinálni. Egyből lejött, miért kaptam a képet a fáról. Művésznő azt hitte, rögtön fel fog a barátom hívni, hogy nála járt a pasival, de ez nem történt meg. Persze még mindig nyomozok, de néha már tudok magamnak parancsolni. Jött a szilveszter, tudom ott a pasi. Művésznő délelőtt ír, hogy buék én jó neveltem, visszaírok, hogy bujék, és azt hittem, letudtam ezt is, de alig múlt el éjfél, jött tőle megint a bujék. Ismét visszaírtam, de baromira tudtam, hogy a pasi ott fekszik mellette, hisz tavaly én voltam ott. Elszúlta rögtön az első perceimet az évben. Megint rám tör az agyalás, az önvád, a magány, a hiányérzet iránta. Kellett két nap, mire megbírtam nyugodni. Majd rá, hogy egy hétre megyek az ebédért a szokott időben, a szokott utamon, és hát kijön velem szembe autóval. Igen, a művésznő, aki úgy integet a kocsiból, mintha együtt lennénk még mindig. Hónapok óta a környékemen se járt. Egy-két órára rá, már írt is pár mondatot, de én ismét leráztam. Akkor jött el a pillanat, hogy tiltottam a messengeren. Igaz, ekkorra már erősebben tudtam ellenállni a nyomozósdinak. Majd pár hét múlva jött egy kéretlen üzenet a Messengeren, nézem, és egy link a közelben lévő koncertről. Szöveg mellé persze ismét semmi. Na ki küldte vajon? Igen, a művésznő. De erre én már semmi reakciót nem adtam. Nem is értem, miért küldte, hisz tudja, hogy a koncertekről kapok automatikus értesítéseket a Facebookon. De ha nem kellene, az volt a cél, hogy vigyen el. Mert az új srác nem egy bulizós fajta. Történt ezek után, hogy előttem ment át az ebrán. Integedett is nagy buzgón, de én csak egy hangon intettem vissza, hogy szia. Látszott rajta, hogy meglepődött a közönösségemen. Rá nem sokára odérek a kedvenc kávézó helyemre, és az egyik barátom mondja, itt ment el a művésznő a kocsival. Szerintem azt hihette, hogy oda tartok. Később tudtam meg, hogy a garázson felé is látták akkor, vajon mi dolga volt arra amit még el szeretnék mondani nektek, hogy egyre több barátomnak és jó ismerősömnek mesélem el a történetem. Persze ezekben az emberekben feltétel nélkül bízok, hisz a titok mérgezi a lelket. Természetesen valamennyire megértik, hogy miért omlottam össze, de a toxikus kötődést nem értik. Nagyon jó, hogy megtaláltam ezt a csatornát, itt tudjátok, miről beszélek. Ez volt durván az eldobás utáni öt hónap története. Erős leszek, harcolok továbbra is, már tudom, mivel állok szembe. Ahhoz, hogy csatát nyer, tudnod kell, kivel áll szemben, és mivel harcol az ellenfél. Remélem, ez is jó lesz valamire, használd nyugodtan, Eszter. Köszönet Istennek, hogy ide találtam a csatornára, és persze neked és a többi bátor embernek, akik nyíltan kommentelnek, sokat tanulok. Maradok hű néződ, Lajos csodálatos. Lajosom, nagyon köszönjük, hogy megosztottad ezt is velünk, hát természetesen kívánunk neked további gyógyulást, és nekem a leveletből azt tűnik elő, hogy, hogy mennyire uh, ugye folyamatosan történik ez a gyógyulás, hogy ugye ez egy folyamat, de nem egy olyan folyamat, ami állandóan ugye megy előre, és egy ilyen felágazó uh, tendenciát mutat, hanem kisebb visszaesések is előfordulnak, és szerintem ez teljesen normális. Főleg akkor, amikor látjuk a te storyból is, és más sztorikból is, hogy mennyire nem adnak ezek a nárcisztikusok lezárást. Tehát azért, mert ő azt mondja egyszer egy üzenetben, hogy oké, okay, itt a vége, találtam valaki más, az még közel sem jelenti azt, hogy a kapcsolatnak itt véget akarnak ők, konkrétan véget akarnak vetni. Hanem ugye ez azt jelenti, hogy akkor még mindig tart ez a kutya-macska játék, még mindig meg, meg akarják azt tudni, ki akarják szagolni, hogy esetleg visszamehetnek-e, esetleg azt az új liánt most elengedik, vissza tudnak menni a régi kapcsolatba, akkor ott puhára landoljanak. Soha nem adnak lezárást. Lajos, neked se adtak lezárást, mert mindig azt akarja ez a nácisztikus, hogy te örökösen és örökké az ő háremének a tagja maradj. Hát nagyon remélem, hogy egyre jobban sikerül kiszállnod ebből a kapcsolatból. Én ezen a ponton javasolnám a no contact -ot. Természetesen ezt rád bízom. Kíváncsi vagyok a ti kommentjeitekre, itt a többiek kommentjére. Támogassuk Lajost a gyógyulát, és nagyon köszönjük a megosztást, és hamarosan jönnek a többi történetek is, mert Lajos története nagyon sok fiút inspirált, és ennek nagyon örülünk. Sziasztok, itt fogjuk folytatni. Puszi nektek, sziasztok!